Szoboszlai Dominik bomba formában zárta le az osztrák Bundesliga újraindult évadját. A kupa győzelemből és az újabb bajnoki elsőségből 8 góllal és 11 gólpasszal vette ki a részét a Red Bull Salzburg színeiben. Nem csoda, hogy nincs olyan európai top bajnokság, melyben az utóbbi hetekben nevetődött volna fel a neve. Nem titok, hogy ebben Shane Tassapnak is szerepe van. Hosszú Katinka korábbi, Szilágyi Lilián a jelenlegi úszóedzője a tél óta segíti Szoboszlai felkészülését. Mondjuk, hogy a Shane Tassappal is együtt készülsz, mennyiben segít neked? Most nem csak a fizikai részben, hanem mondjuk mentálisan. Mentálisan nem kellett úgymond segítség, ott mindig ott voltam, nekem csak az kellett, hogy valaki elmondja, hogy ezt meg kell csinálni, meg hogy nem az, hogy meg kell csinálni, hanem hogy miket kell csinálni, az fontosabb volt. És akkor így elmondta, leegyeztetük, hogy melyik nap mit csinálok, mennyit, ha játszok, akkor ezt, ha nem játszok, akkor ezt. És elég jól jött ki a lépés. Ezt a programot neked kell egyeztetned Salzburgba bárkivel, erőnléti edzővel, fitness coachja, vagy ezt? Meg lett beszélve, igen, és mondták, hogy nyugodtam. Aha. És ez neked, amit mondta, hogy el kell mondani, hogy mit csinálj, ezt most úgy értettem, mondjuk izomspecifikusan, vagy mozgásspecifikusan? Nem, hanem például hogy csináljam, amikor itthon voltam, ugye szabad volt, akkor itthon voltam, feljöttem Pestre, leedzettük, megnéztük, melyik gyakorlatot mit kell csinálni, hány kilóval. Ezeket azért lemértük meg ilyenek, és ezért így tudtam, el tudtam kezdeni normálisan. Nem össze-vissza. Az amerikai edzőt is megkérdeztük Dominikról, akivel az úszók 4 nemzet versenyén találkoztunk. Dominikkal elég jól össze tudunk dolgozni, fantasztikusan teszi a dolgát, és látszik is rajta a befektetett munka, ahogyan az is pontosan tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy azzá váljon, akivé szeretne. Ahogyan én látom magamat, egy magasabb teljesítményre sarkaló szakember vagyok, nem egy futballedző, nem is úszóedző. Az én hátterem és az én tudásom arra jó, hogy kihozzam a maximumot az emberekből. Legyen ez üzlet, úszás vagy futball. Persze a hátterem az úszás volt korábban, ezért ezt a részt nagyon is megértem. Ami a focit illeti, az könnyen jött nekem, eléggé illeszkedik a koncepciómba. Könnyen rákattantam, borzasztóan élvezem. Úgyhogy ami engem illet, nagyon boldog vagyok, hogy együtt dolgozhatok ezekkel a sportolókkal, elképesztő tehetségekkel, hogy bevonnak engem is a munkába, megosztjuk egymással a tudásunkat. Mindig nyitott vagyok és leszek is arra, hogy segítsek ott, ahol tudok. Mindig is a hosszú távú terveim között szerepelt, hogy minél több sportolóval dolgozhassak együtt. Nagyon jó móka a közös munka Dominikkal, és például Bogdán Ádámmal is. Ez hatalmas megtiszteltetés számomra, és nagyon élvezem.